Egyet lép hátra, jó? Hogy? Köszönöm.
mit ünnepeljek először? Ülünk először a táncos hölgyeket. Aztán Szeresz Robit és ezeket a kiváló dobosokat. Hölgyeim és uraim, itt a gyep közepén, Isten éltessen benneteket. Valami bitang jó volt a program. Köszönöm szépen, később még találkozunk. Köszönöm szépen. Én annyira marhából szerettem volna nagyon jó fej lenni, csak jó hírekkel jönni, és az, hogy mit tudom én, meg kell inni versenybe 16 pohár sör, és utána lehet vele nyerni további négyet, de más dolgom is van. Hát először is szeretném azt mondani, emberek, a szélső úton, a Dunamenti szélső úton nem szabad hagyni autót, most is vár ott egy autó, aki elakasztja a mentők, tűzoltók, mindenkinek az útját. Életveszélyről van szó, onnan húzzatok el szépen, kérem, és akkor semmiféle bajunk nem lesz egymással. Tehát a Dunaparti úton, egyáltalán ami kivezet ide a főútra, kérem, hogy azt hagyjátok szabadon. Kettő. Kezdőcsókolom, jó napot kívánok, tiszteltel köszöntöm, és egyébként úgy általában mindenki. A mai délutánon, ha a Jóisten is úgy akarja, egy kötélhúzó versenyt szeretnénk rendezni. A kötélhúzó versenyhez 8 főre van szükség, egy-egy oldalra 8 főre. A kötélhúzó verseny itt fog zajlani, körülbelül 45 perc múlva. Jelentkezni ott a hivatalos bűrónál, a fehér sátor után van egy nagyon zöld és egy nagyon sárgás zöld sátor, azon a területen kell jelentkezni. 8 főnek kell jelentkezni, és körülbelül 3-4 óra múlva hihetetlen díjazás mellett megkezdődik a kötélhúzó verseny. Hölgyek is jelentkezzenek, az még izgalmasabb lesz valószínűleg. Ilyet még soha nem csináltam. Aztán lehet valószínűleg.